Péciket is segített közül. A dal egyébként Kertl András előadásában meg is van. Jó éjszakát, lassan elindult haza, az öltöztető Marika a kockás védet még rásimította. Tessék vigyázni, művészre, ezt még jól hallottam. Pedig elégedett lehetnék, hogy betörlen a színház kapja. Pedig elégedett lehetnék, gondoltam, egész szép este volt. Csak az a főiskolás lány, az valami borzasztó, hogy mit csepplet butott. Pedig nyilvánvaló, hogy kinek a babája. Gondoltam, s befordult a sar, Sulyog Mária. És ment, nagyon lassan ment, óvatosan ment. Múltkor majdnem elcsúszott, most már óvatosan ment. Egy moszkvics jött, nagy csattogva, jó gyorsan, nem fröcskölte le. Hátsó ülésről megbámulták, ő észre sem vette. Istenem, jaj, gondoltam, milyen fáradt vagyok. De a legnagyobb baj, gondoltam, hogy már enni sem tudom. Fél pohár tej, meg pár szöveg szó, a legjobb lesz majd a vacsorán. Gondoltam, befordult a sarkon, Sulyog Mária. Az undorító eszpresszóban ő így hívta, még szólt. Egy ilyen helyre, Mária, ha megölnéd, akkor se lépne be. Egy fa mögött megállt, elbújva, onnan hallgattam. Olyan ismerős ez a kuplé, de hogy honnan? Már nem tudtam. Most egy szép autó lassít, a sofőr szól a nyitott ablakon át. Madame, excusez-moi, madame, mon je suis le bon boulevard. S Mária felmerett, befejezett, hogy kiláde, itt én ide nyüken, Olivár. És az órájára nézett, de jó, milyen késő van már. A megállóban csókolózott a körzeti doktornő és egy diák. Egy jó nagyot köhögött, aztán szégyelte magát. És ezébe jutott valami, kicsit elmosolyodott. Azt a nyavajás kockát
szép már megint, majdnem lecsúszott. És otthonban a lift indult, Mária már a fülkében áll. És megvan a tej, meg a kex, meg a könyv, meg a szemüveg, és a kulcs is megvan már. A tükörben néz egy grimasz csinál, és úgy mormolja. Hát ez volt hajdanában kérem, súlyog már én. Szép búcsú beszél. A kozarúk zörögve borítják be az ócska fekete burgon tetején. Induljunk jobbra föl, igen, tíz sirály, egyes parcella. És befordult a sarkon, súlyog Mária.